Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. A múlt alkalommal is Kain történetéről volt szó, most a befejező gondolatok következnek. Beszéltem már előzőleg nektek Kain és Ábel történetéről. Kinek is a fia volt Kain és Ábel? Hát biztosan tudjátok, hogy Évi néninek, meg Ádám bácsinak volt a két fia. A nagyobbik, vagyis az öregebbik fiú, az Kain volt, ő egy erős fiú volt, csupa izom, a karja, minden az arcán is látszott, hogy mennyire erős ember. Ábel pedig, hát sokkal gyengébb volt, ő volt Kainnak az öccse. Ő juhokra vigyázott, ebből nyert hasznot, vagyis a juhok tartásából kereste meg a mindennapi kenyerét. Kain pedig paraszti munkát végzett. Szántott, vetett, aratott, a búzát megtisztította a szél segítségével, és megőrölt aztán a magokat, és hát ő így élt. És mivel erős ember volt, ha ő ütött, akkor ő nagyon oda tudott ütni, és akire ütött, hát annak fájt. Sokan nem törődnek azzal, hogy másoknak fájdalmat okoznak a verekedéssel. Hát ilyen volt Kain is. Az alapbaj az volt, hogy ő nem szerette az öccsét, Ábelt. Egyszer, amikor a mezőn voltak, Kain hirtelen eldurvult, felemelte a hangját, szikrázott a dühtől a szeme, és ellökte Ábelt. Háttal a földre zuhant szegény Ábel nagyon meg volt lepődve, mert még a bátyja nem bánt így vele, hogy lögdösi, meg ellöki őt. És ekkor hátra nézett Kain, és látta, hogy ott volt egy nagy görbebot, egy furkósbot, egy vastag furkósbot, és ezt a furkós botot csak így forgatta a feje körül, és ki gondolta volna, szegény Ábel nem tudta, hogy mit akar most a bátyja, és hirtelen ezzel a nagy furkós bottal ráütött Ábelnek a karjára. Szegény Ábel felordított a fájdalomtól, kapkodott a levegő után, úgy megijedt. És erre Kain még jobban eldurvult, megvadult, és forgatta körbe-körbe ezt a nagy furkósbotot, és csukjátok be most a szemeteket. Oda ütött, oda sújtott szegény Ábelnek a fejére. Ó, milyen szörnyűség volt ez. Folyt a vér a homlokán is, és kapkodott a levegő után szegény Ábel is, és néhány mozdulat után becsukta a szemét, örökre becsukta a szemét, és meghalt. Szörnyű dolgot követett el Kain. Most megkérdezem tőletek, hogy
Ti szoktatok verekedni? És ti is eldurvultok? Talán még eddig nem durvultatok el úgy, mint ez a Káin, hogy ütött, vágott a bottal. Szeretném tudni, hogy mi a véleményetek a verekedésről, a csípésről, a harapásról, a rugdosásról, a fülhúzásról, a hajhúzásról, a durva szavakról. Mi a véleményetek? Aki szereti az Úr Jézus Krisztust, az így nem verekszik. Nem üti meg a másikat, nem ad pofont a másiknak, nem szurkálja a másikat, nem harapja meg a másikat, nem gúnyolja ki a másikat. Szeret. Hát, amikor Káin látta, hogy az öccse vérzik, és becsukta a szemét, és vége, akkor megijedt Káin. Mi lesz most? Körülnézett, balra, jobbra körülnézett, hogy látja-e valaki, hogy látja-e valaki, hogy ő megölte az öccsét. Hallottatok biztosan arról, hogy mostanában egy tinédzser lány rátámadt az osztálytársaira, és késsel rátámadt az egyik osztálytársára, és a többieket is ugyanígy meg akarta támadni. Ugye borzasztó dolog ez a verekedés, megölni a másik embert, megrugdosni úgy, hogy belehal. A mi szívünkbe Isten szeretetet ad. Mi nem ütjük a másikat, hanem segítjük. Gondolkoztatok már ezen? Káin futott, és meg sem állt. Néha hátra nézett, gondolkozott rajta, hogy nem követi-e valaki őt. Nagyon félt Káin, remegett. El akart bújni, de hát hova? Hova tudna elbújni? Azzal nyugtatta magát, hogy biztosan titokba fog maradni az, amit tett. Majd azt gondolják, hogy egy vadállat támadott rá az öccsére. Azt gondolta, hogy ez, amit ő tett, még Isten se látta. Isten se látta, hogy ő meggyilkolta az öccsét. Nagyon ravasz volt ez a Káin. Nagyon szeretetlen volt. Nem szeretnék a Káin bőrében lenni. Neki nagyon rossz lelkiismerete volt. Furdalta végül a lelkiismeret, hogy megöltem az öcsémet, megöltem a testvéremet. Nektek szokott néha a lelkiismeret furdalástok lenni, ha valami rosszat csináltok? És mit kell tenni nekünk akkor, ha valami rosszat teszünk otthon, vagy az iskolában? Elhallgassuk a szüleink előtt, vagy elmondjuk, és bocsánatot kérjünk tőlük, és nem utolsó sorban Istentől is, hogy Uram, bocsásd meg, hogy én ezt tettem, hogy ilyen gonosz voltam, hogy ilyen szeretetlen voltam, hogy még a gyűlölet is ott volt a szívemben. És az ember szíve megtisztul, ha bocsánatot kér. Káin futott egy darabig, majd kifulladt, és ledobta magát a fűbe, és nagy dörgést, villámlást hallott. Ekkor
A láthatatlan Isten megszólította őt. Amikor ezt a különös hangot hallotta Kain, felnézett az égre, balra, jobbra fordította a fejét, lenézett a földre, hogy mi van, és figyelt. Csendbe volt, és akkor Isten hatalmas hangon is szóval ezt mondja, hol van Ábel az öcséd? És akkor Kainnak erősebben dobogott a szíve, és remegett a keze, és elkezdett hazudozni, ide nézett, oda nézett, lesütötte a fejét, és azt mondta így fél szemmel, mit tudom én, hogy hol van az öcsém, biztos oda van valahol, mit tudom én, érdekel is engem az öcsém. Hát ő a mama kedvence volt mindig. Hát nem óvis már ő, hogy én fogjam a kezét. Tud ő a saját lábán járni. Biztos a birkák közt van, legelteti őket. Mit érdekel engem a testvérem? Hát, hogy ez egy szomorú dolog. Milyen csodálatos dolog az, hogy Isten szól. Ha olvassuk a Bibliát, remélem van Bibliátok, vagy a szüleitekkel együtt olvassátok a Bibliát, és akkor a Bibliában vannak olyan mondatok, amik szíven találnak minket, megérintenek minket, tetszik nekünk, vagy megszomorodunk miatta. Vagyis, hogy szól hozzánk Isten. És ez a kérdés, hogy titeket érdekel-e a testvéretek, vagy az iskolába, hogy a másik gyerek, aki gyengébb tanuló nálatok, hogy érdekel-e ő, segítetek-e neki, vagy kigúnyoljátok őt. És hát ez a szomorú dolog volt, hogy Kain annyira elvadult, annyira sötét fejű lett, hogy nem érdekelte sem az apja, sem az anyja, sem a testvére. Hát ez aztán borzasztó szeretetlenség. Ugye, gyerekek? Igaz? Egyet értetek, ugye, velem? Hát aztán tudjátok, otthon Éva néni főzött, Ádám bácsi pedig hát rakta a tüzet, és hát beszélgettek egymással, és mondták, hogy hát lassan-lassan esteledik. Hát hol vannak a gyerekei? Nem jön a Kain. Nem jön az Ábel. Mi lehet? Ádám bácsi nyugtatta Évi nénit, hogy hát majd jönnek biztos valami, hoznak majd valami szép gyümölcsöt nekünk is, elfáradtak, megálltak útközben, majd csak jönnek. Hát aztán nagyon aggódott Éva néni, és azt mondta, hogy menjünk el, Ádám, menjünk el, és keressük őket. Hát szépen elindultak, hogy megkeressék Kaint és Ábelt. És képzeljétek el, hogy a kedves szülők, Éva néni és Ádám bácsi rátaláltak Ábelre. Ott feküdt véresen. Nagyot dobbant az Éva néni szíve, elcsuklott a hangja, és sírni, zokogni kezdett. Ádám bácsi is gyűjtött az erőt, mert neki is meglepő volt, és fájdalmas volt, amit látott. Ábel
holttestét látták a földön, ott feküdt, és zokogtak minden ketten. Nem akart szűnni a fájdalmuk, hogy meghalt a fiúk, Ábel. Nem gondoltuk, hogy ilyen gonosz fiunk van, mint Kain. Biztosan ő ölte meg. Itt nincs a gyerek homlokán semmi vadállat fognak a nyoma. Ez valami ütés. Más ezt nem tehette, csak Kain. Éreztem én, hogy nem szereti az öccsét. Gonosz fiunk van. Hát ez a Kain. Megölte az öccsét. Hát, szomorú dolog, de Kain sincs meg. Elvesztettük mind a két fiunkat. És ez a kérdésem, miután átgondoljuk az Éva néni szavait, és együtt érzünk velük a fájdalmukkal, hogy hogyan bántok ti, gyerekek, a testvéreitekkel, az óvitársaitokkal, vagy az iskolástársaitokkal? Szeretitek őket? Hogyan fejezitek ki a szeretetet irántuk, a testvéred iránt, vagy a játszótársad iránt? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi ne csípkedjünk, ne harabjunk, ne rugdosódjunk, ne verekedjünk, hanem szeressünk.